kedves kollégák, kedves tulajdonosok és lószerető, ló iránt aggódó barátaink, ismerőseink. Idén, 2022-ben március folyamán egy herpes vírusos fertőzés alakult ki az Általános Tudományi Egyetem lógyógyászati tanszékén. A rektor úr zárlatot hirdetett meg. Ez egy lovat megfertőző vírus, amely különböző klinikai tüneteket tud okozni. A légzőszervi forma mellett vetéléses, valamint a legveszélyesebb idegrendszeri forma is ennek az herpes 1-es típusú vírusnak tulajdonságai közé tartozik. Biztos mindenki emlékszik még a tavalyi spanyol herpes vírusos járványra és ennek a következményeire. Ez az országban is elég nagy port kavart fel, és a lószerető emberek körében komoly aggodalmat váltott ki. Ennek kapcsán tudjuk, hogy a herpes vírussal vakcinázott lovak a légzőszervi, illetve a vetéléses forma ellen elég jó védettséggel tudnak rendelkezni. Sajnos az idegrendszeri forma ellen ez a vakcinázás nem véd. Március elején egy lázas góc alakult ki nálunk a kólikás istállóban. A lovakat megvizsgálva kiderült, hogy ezek herpes 1 pozitívak. Ezeket a lovakat elkülönítettük az izolációs istállónkban. Ezt követően minden héten PCR vizsgálatot végeztünk a lóklinikán található összes lóval kapcsolatosan, valamint minden nap kétszer az összes ló hőmérőzve volt, és vizsgáltuk, hogy kialakulnak-e klinikai tünetek. Sajnos három ló esetében idegrendszeri forma is kialakult. Ebből a három lóból két lovat az igen súlyos idegrendszeri tünetek miatt el kellett altattunk. A harmadik ló az nagyon szépen javul. Hogyan is zajlottak itt a tünetek? Általában 5-7 nap lázas állapotot követően egy 8-10 napon belül váltak a lovaink PCR vizsgálattal is, amit ugye köztudott már a COVID kapcsán is, hogy egy igen érzékeny vizsgálati módszer negatívvá. Azokat a lovakat küldtük el, akik több mint 2 hete tünetmentesek voltak, valamint már kétszeri negatív PCR vizsgálattal bírtak. Így a klinikai betegektől a március folyamán szépen lassan megszabadultunk. A mai nappal mind a 4 istállónkat ki tudjuk üríteni, fertőtlenítés és tisztítás a mai nappal befejeződik. Holnapi nap egy professzionális cég aeroszol fertőtlenítést végez mind a 4 istállóban, valamint a kezelő helységünkben is. Egy 24 órás teljesen zárt fertőtlenítést követően 2 nap szellőztetés következik, és így április 4-ével meg tudjuk újra nyitni a lógyógyászati tanszék klinikáját a betegeink számára. Sajnos ebben a márciusi hónapban a sürgősségi betegeket sem tudtuk fogadni, valamint a tervezett műtéteinket is el kellett halasszuk. Ez komoly problémát okozott, mert jelenleg Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol 24 órában rendelkezésre tudunk állni minden nemű sürgősségi beteg ellátására, jelentve ez alatt a kólikás, hasüri katasztrófában szenvedő betegeket, valamint például a friss töréseket is. Nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon a lovak több mint 90%-a önmagában is herpes vírus hordozó. 21 éve, amióta a lógyógyászati tanszék ezen a helyen üzemel, de korábbi visszatekintésem nekem is személyesen van 10 évre, herpes vírusos ilyen járványos megbetegedés az egyetemi klinikán nem történt. Ez itt komoly etikai és erkölcsi, állatvédelmi, valamint a tulajdonosok betegeinek a segítését fölvető megbeszélést és diskurzust, vitát vetett ki értelemszerűen az egyetem szakemberei, valamint az itteni tanszék dolgozói körében is, hogy mit tud tenni egy tulajdonos, hogyha egy ilyen betege van, beteg, amelyik herpeszben megbetegszik, nem 0% az esélye, ahogy itt a nálunk kialakult fertőzés is mutatta, hogy ebből ne tudjon meggyógyulni. Bizonyos betegek sajnos nem tudnak belőle meggyógyulni, akik a súlyos idegrendszeri formát kapják el. Ennek ellenére az összes többi beteg védelme érdekében az a döntés született,
hogy bizonyítottan herpeszes megbetegedésben szenvedő betegeket az egyetem nem tud fogadni. Április 4-től minden beérkező beteget meg fogunk vizsgálni herpeszre, tamponmintát veszünk, és ezt PCR-rel fogjuk vizsgálni. Akkor a spanyol herpeszes történet kialakult, akkor egy 300-400 beteget vizsgáltunk meg egymást követően, egyiknél sem találtunk ilyen herpesz pozitivitást, ezért szüntettük meg akkor ezt a vizsgálatot. Most április 4-től ezt kötelezően bevezetjük a klinikánkon. Köszönöm szépen a figyelmet!